este nem hangversenyre, hanem Isten tiszteletre jöttünk el ide, a Szekszárd belvárosi templomba. Hallgatni akarjuk Isten üzenetét, amikor felolvasunk a Szentírásból, és hittel valljuk Jézus jelenlétét az átváltozott kenyérben és borban. A Szent Mise imái és olvasmányai magyarul hangzanak. Ez a Szent Mise egy kissé rendhagyó. Nem lesz benne szent beszéd és áldoztatás. Az Isten dicsérő ének latinul szólal meg. Tomsics Rudolf szekszárdi Big Band miséjét halljuk, mely tudomásom szerint Magyarországon az első jazz mise. A Kyrie bűnbánó áhítatát a Glória felszabadult örömteli dicsőítő éneke követi. A krédó, a hitvallás a legsokszínűbb, hiszen hitünk sok igazságát foglalja össze és mondja el a zene nyelvén. A Sanctus Isten fenségét hirdeti a harsogó részfúvósokkal. Végül az Agnus Dei, az Isten báránya, békét hozó, szelíd, imádságos lelkületével ajándékoz meg minket. Mint minden szentmisén, most is szeretnénk megtisztulni. Amikor Isten elé állunk, akkor megbánjuk vétkeinket, mulasztásainkat. Tegyük meg ezt most is egy kis rövid csendben. Sokszor és sokat vétkezte, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor lepőterem Szűz Mária, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, az Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
Thank you.
Egy alkalommal Jézus ezt a példabeszédet mondta el tanítványainak. Hasonlít a mennyek országa egy királyhoz, aki mennyegzőt rendezett fiának. Elküldte tehát szolgáit, hogy hívják meg a meghívottakat a mennyegzőre, de azok nem akartak jönni. Erre más szolgákat küldött. Mondjátok meg a meghívottaknak. Elkészítettem lakomámat, ökreimet és hízlalt állataimat leöltem, minden kész. Jöjjetek a mennyegzőre! De azok nem törődtek vele. Elmentek ki majorjába, ki meg keresete után. Mások pedig megfogták a szolgákat, megverték, sőt, meg is ölték őket. Amint a király ezt meghallotta, haragra lobbant. Kivezényelte hadseregét, a gyilkosokat fölkoncolta, városokat pedig fölégette. Aztán így szólt a szolgákhoz.
A mennyegző ugyan kész, de a meghívottak nem voltak méltók rá. Menjetek ki tehát a keresztutakra, és akit csak találtok, hívjátok a mennyegzőre. A szolgák kimentek az utakra, és összegyűjtöttek rosszakat és jókat, ahogy jöttek, úgyhogy a lakodalmas ház megtelt vendégekkel. Mikor a király bement, hogy lássa a vendégeket, észrevett egy embert, aki nem volt mennyegzős ruhában. Barátom, szólította meg, hogy jöttél ide mennyegzős ruha nélkül? Ő hallgatott. Erre a király megparancsolta a szolgáknak. Kötözzétek meg kezét, lábát, és dobjátok ki a külső sötétségre. Ott sírás és fogcsikolgatás lesz. Sokan vannak a meghívottak, de kevesen a választottak. Ezek az evangélium igéi. Az elején hirdettük, hogy nem lesz prédikáció, mégis egy pár szót, de prédikáció szeretnék mondani. Először is nagy szeretettel köszöntöm a kedves híveket, akik eljönnek, tisztelettel minden vendéget, aki itt van, akár szexhárdi, akár a környékből jött. Szeretettel köszöntöm a zeneszerzőt, és ugyancsak az énekkar. Egy kissé furcsa most nekem szólnom, hiszen annyira meg vagyok világítva, hogy csak fejeket látok. Máskor mindig örültem, amikor láttam, hogy ki az, akihez beszélek. Mégis úgy érzem, hogy most, amikor együtt vagyunk, a zenét akkor értjük meg igazán, ha az a lelkület is bennünk van, amiért íródott a zene. A lelkület pedig, amely a zenének tartalmat ad, az a szent mise. Találkozni akarunk Jézussal, és ez a találkozás, ez mindig lélekben való találkozás is. Találkozni akarunk vele, mert ahogy a Kyriében könyörögtünk Istenhez, mert átérezzük azt, hogy elégtelenek vagyunk mindarra a feladatra, amelyet meg kellene oldani, legyen az személyes, legyen az családi, legyen az munkahelyi, legyen társadalmi, vagy vonatkozzon az egész országra. Csak aki átérzi az elégtelenségét, azt tud leborulni, és azt tud könyörögni. Amíg az ember a világnak a birtokosa, tudatosan nem azt mondtam, hogy Ura, mert az Úr gondoskodik, törődik övéiről, és az ember ura lenne a világnak, törődne a világgal, és nem kiszipolyozná a világot. Elég csak körülnézni, elég csak arra gondolni, hogy a zöldek mindenütt miért törnek elő annyira, mert nem urai voltunk a világnak, hanem birtokosai, kiszipolyozói. Mindenütt, mindenben elégtelenekké váltunk, és ezért borulunk le az Isten előtt, és ezért tudjuk azt, hogy csak egy megoldás van. Aki le tud borulni, azt tud újongani is. A hangverseny, így is
lehetne mondani. De ne hangverseny legyen ez, hanem olyan mise, olyan ének, amellyel az ember a legnemesebben tud az Úristen elé borulni. Ha így tudunk részt venni, akkor ha zavar is néha a fény, ha zavarnak is talán némelyeket, akik vasárnapról vasárnapra itt vannak, a mikrofonok és a világítás, akkor ettől el tudunk vonatkoztatni, mert megláttuk és megérezzük a tartalmat. Segítsen minket mindig Jézus, hogy ezt meglássuk. Ugyancsak néhány szóval a sportolókat is köszönteni akarom, akik itt vannak ezen a nemzetközi találkozón. Sokszor a sport is úgy tűnik, mint az ember biológiai teljesítménye. Az egyik sportfőorvos, a Baranya megyei írta az újságban, hogy vigyáznunk kell, hogy emberi cselekedet maradjon. És hogyha a sport is nem csak biológiai teljesítménye az embernek, hanem emberi cselekedet, akkor az is Isten dicsőítés. Mert mindaz, ami emberi, az dicsőíti az Istent. Ebbe a dicsőítésbe akarunk lélekkel még inkább bekapcsolódni, és amikor folytatódik majd a mise az oltárnál, azok, akik már elfelejtették, vagy nem tanulták meg a misét, vagy más keresztények, vagy más istenhívők érezzék azért át most, hogy a papnak a felajánlásával azon a kis tálon, amelyen ott van az ostya, a kehelybe, amelybe a bor lesz beöntve, az az emberi munkának, a mi hétköznapjainknak a szimbóluma, és ezt is rakjuk oda, hogy a Szent Misében tökéletesebbé változva minket is arra ösztönözzön, hogy jobbattá, emberibb, emberré legyünk. Segítsen ehhez az átváltozáshoz, átlényegüléshez a zene is, amely mindig az emberi szívek mélységeit megszólaltatja. Urunk Istenünk, Atyánk, mint családok tagjai, bizalommal terjesztjük most eléjét kéréseinket. Bátorítsd Urunk az államférfiakat és az egyházak vezetőit, hogy mindig becsülettel és őszinte jó akarattal szolgálják a rájuk bízottakat. Kérünk téged, hallgass meg minket. Őrizd meg ifjúságunkat, hogy tiszta életünkkel, a megismert igazsághoz ragaszkodva ragyogó példaképei legyenek az embertársi szeretetnek. Segítsd Urunk a szekszárdi főiskolai világbajnokság szervezőit és versenyzőit, hogy nemes versenyzésükkel növekedjék a népek közötti barátság és béke. Áld meg Urunk azokat, akik mint a zene és éneklés művészei ezen az estén szebbé tették Isten tiszteletünket.
Adjunk hitet és reményt azoknak az embertársainknak, akik testükben szenvednek, vagy lélekben roskadtak össze. Add meg, Urunk, a nyugalom és békesség végtelen örömét megholt testvéreinknek. Istenünk, Atyám, az együttünneplés vágya és öröme hozott ma este össze bennünket. Szeretnénk új élménnyel gazdagodva, lélekben meg nem esedve, a tőled kapott emberi értékek elismerésével hazatérni. Add, hogy további életünk mindenben kedved szerint alakuljon, aki élsz és uralkodol örökkön örökké. Thank you.
tevő közösségedből kaptuk a kenyeret. Felajánljuk néked, mint a föld termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra az élet kenyere. Áldott vagy, Urunk, mindenség Istenem, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Fölajánljuk néked, mint a szőlőtő termését és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek itala. Imádkozzatok, testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Legyen kedves előtted, Urunk, ez a szentőtelen áldozat, és bőven árasztal ján szent irgalmadat, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük fel szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert bizony méltó és igazságos, üdvő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk szentséges Atyám néked, szeretett fiad Jézus Krisztus által. A te öröd igéd ő, által alkottál minden, és őt küldted, hogy üdvözítünk és megváltunk legyen. Ezért öltött a Szent Lélektől testet, és született a Szent Szűztől. Majd akaratodat teljesítve és szent népet szerezve néked, a keresztfán kitárkarral elszenvedte a kínhalált, hogy föloldja a halálnak átkát, és a föltámadásról bizonyságot adjon nekünk. Mi ezért az angyalokkal és az összes szentekkel együtt dicsőségedet hirdetjük, és egy szívvel zengjük. Thank you.
nekünk minden szentség forrása. Kérünk tehát, szenteld meg ezt az adományt szent lelked harmadával, hogy legyen ez számunkra a mi Urunk Jézus Krisztusnak teste és vére. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, majd hálát adott, megtörte tanítványainak adta és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értedek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadt a tanítványainak, és így szól. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé, mely értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ezért tehát fiat halálának és föltámadásának emlékét ünnepelve, fölajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kenyerét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk néked. Érve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben János Pál pápánkkal, Mihály püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a föltámadás reményében elmúlt testvéreinkről is, valamint az összes megholtakról, akik irgalmat találtak nálad, és bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy az Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik előtted kezdettől fogva kedvesek voltak, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mindörökkön örökké. Mondjuk most mindannyian azt a könyörgést, amelyet Krisztus minden imádság példájaként hagyott reál. Mi Atyám, vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, miképpen mennyben, azon képpen itt a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket a kísértésbe, szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Hagyj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj légyünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és megváltónak, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondhatod apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét, és őrizd meg egyházadat szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét.
kiélsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Thank you.
hajóban a középen álló versében tegye az adományait. Most pedig hadd kérjük a Jóisten áldását mindannyiunkra, akik ezért az estéért fáradoztak, és akik itt valamiben gazdagodva mehetnek majd haza. Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A szentmise véget ért, mondjuk áldást az Úr.